Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Sims 1 hírességek minisorozatomnak a következő részével. Ebben a részben ismételten el fogunk látogatni egy forgatásra. Ezúttal egyébként egy skiffi filmet fogunk felvenni, ami arról szól, hogy a rovarok ellepték az egész Földet, és vannak kisebb csoportok a világon, akik ugye megpróbálják újjáépíteni mindazt, amit elpusztítottak ezek az állatok. Úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok rá. Ugye a skiffi filmben eddig még nem szerepelt a szíve, nem tudom, hogy mennyire fog jól alakítani, de remélhetőleg azért majd ügyes lesz, viszont még mielőtt elindulnánk, kellene még gyakorolnunk egy action jelenetet, tehát egy akció jelenetet, amit egyébként egy másik szimmel tudok megtenni, úgyhogy most szépen felkeltem a szívemet, és hát ő lesz szerintem az a szerencsés, akin ezt kipróbáljuk, úgyhogy először is be kell neki mutatkozni. Szerintem egy egy vidám bemutatkozás az, az jó lesz, legalábbis remélem, bár itt az esőben nem tudom, hogy mennyire fog annak örülni, hogyha feltartom, de remélhetőleg készséges lesz. Hogy hívnak egyébként téged, Melkom. meg ó egyébként ő egy tini, lehetséges, hogy akkor vele nem is tudok ilyet gyakorolni? Csak annyit ír, hogy önadő szín, úgyhogy remélhetőleg a tinikkel is tudok majd gyakorolni ilyesmit. És hogyha minden igaz, akkor lesz itt egy olyan lehetőség, hogy practice acting, de nekem külön ilyen action szín kellene, skiffy, skiffy szín. Ezt vajon hol fogom megtalálni? Mert hogy itt egyenlőre csak az actinget látom, de lehetséges, hogy az is jó lesz. Akkor szerintem menjünk egy practice actingre, és remélhetőleg segíteni fog nekünk ebbe. Nagyon elszégyeltük magunkat, azért mert pózernek gondoljuk magunkat, mert nem vagyunk eléggé híresek, és ugye beállítottam a lottratek között azt, hogy ez egy hírességnek a lakása. Na nézzük, hogy akkor ez most így működik-e. És közben keresett minket az ügynökség, és megint szeretnék, hogy készítsük egy videót. Ja igen, többen is írtátok, hogy a festéssel, illetve a könyvírással is nagyon hamar lehet nagyon sok pénzt keresni, illetve ugye hírességpontokat is. Úgyhogy valószínűleg majd a festéssel fog foglalkozni, bár lehet egyébként a könyvírás is eléggé király lenne. Viszont ahogy látom, befejezik az interakciót, és még mindig azt írja, hogy nem kezdtük el. Azt nem tudom, hogy ez van, hogy kell valami, Külön hangulat, hogy ez megjelenjen? Itt se nagyon látok ilyet. Szóval nem tudom, hogy kikkel tudnék akkor gyakorolni. Akkor ezt most szerintem hagyjuk. Inkább akkor arra gyúrjunk, hogy ugye konfident állapotba tudjam majd elindulni, mert egyébként délben kezdődik a forgatás. Ó, Lizának hamarosan születésnapja lesz. Szóval most jelenleg ugye fiatal felnőtt, és rendes felnőtt lesz belőle néhány napon belül. El ne felejtsük majd megünnepelni a születésnapját, mert mondjuk az annyira nem lenne szerencsés. De ennek amúgy nem örülök. Nagyon-nagyon uh, hamar öregszik. Lehetséges, hogy majd valahogy visszapörgetjük az életét, esetleg uh, valami életgyümölcse, vagy valami ilyesmivel. És hogyha minden igaz, egyébként a mai nap lesz, ugye, az az awards is, ahol ugye be fogják jelenteni azt, hogy nyertünk-e. És nem tudom egyébként, hogy az nem ütközik-e a munkaidőnkkel. Mert valaki azt írta nekem kommentben, hogy csak akkor fogom megtudni, hogy nyertem-e, hogyha elmegyek. Viszont, hogyha ugye a munkahelyemen vagyok, akkor nem tudok elmenni. Na mindegy, Elmegyünk, megpróbáljuk hamar befejezni, és remélhetőleg akkor még odaérünk erre az eredmény hirdetésre. Ha nem, akkor nem tudom, hogy mi lesz. Bár lehet nekem kellett volna ugye jobban megválogatni azt, hogy melyiket vállalom el, de hát előre nem tudhattam, hogy hány órakor fog kezdődni, ez pedig délben kezdődik. Ha reggel 8-kor kezdődött volna, akkor szerintem simán végeztük volna. 9 pm-ig tart, de szerintem, hogyha ügyesek vagyunk, akkor hamarabb is tudunk szabadulni. Practice acting, aztán a hajunk, és még gyorsan egy custom gig, utána pedig szerintem el is kérjük gyorsan a papírokat, és el is kezdjük most ugye a színészkedést, nem fogok most minden egyes feladatot megcsinálni, reménykedek abban, hogy így is jó lesz. Jó, Instagram story és most már csak a direktortól kellenének a nócok, -ok, és aztán elmondhatjuk azt, hogy készen állunk, ő itt a direktor, oké, okay. szóval akkor kell nekem egy nóc, Utána pedig azt mondhatom, hogy készen állok. Oké. Okay. Hát remélem amúgy, hogy így most időben be tudjuk fejezni a dolgokat. Azt a mindenit, hogy nézünk ki. Azért ez elég kemény. <laughs> Igazi harcosok vagyunk, ilyen punk harcosok. Egészen bejövős egyébként ez a frizura. Nagyon, nagyon vad. Jó. És akkor van egy hack screen, egy fejszín, egy tell story. Oké. Okay. Fú, de jól néz ki egyébként ez. Assza awesome, minden itt, itt van egy ilyen égő autó, aminek kitörött a kereke. Na jó, jöjjön a Risky Fight, először is harcoljunk ezzel a, ezzel a csukiás emberrel. Fú, nagyon gonosznak néz ki. Milyen jól néz ki egyébként az a rengeteg madár ott a háttérbe, meg ez a villanyoszlop is, meg ott is ég a tűz. Nagyon-nagyon látványos. Gondolom egyébként nem vele kell majd ölelkezni. Mondjuk ő egy rovar, mert hogy most a rovarok ellen harcolunk. Azt írta legalábbis nekem. Jó, legyen akkor egy Risky Tell Story. Tehát mondjunk uh, egy kockázatos történetet. Nem tudom egyébként kinek fogunk kockázatos történetet mondani, de jó. Oké, okay, van egy gitáros jelenet. Ez nem sikerült? Vagy most miért fogja a fejét? Mert hogy ideges, mert hogy nem nézett bele a tükörbe. Hát most csinálták meg a hajadat! Biztos tök jó! Na, a gitározás. Azonban, hogy feszült, akkor nem biztos, hogy jól fog neki menni a gitározás. Ott a keselyű is egyébként nagyon tolja neki. Na, ilyen jól tudunk gitározni. Nem is gondoltam volna. Ő meg csak ott áll. Reméltek most csak engem néznek. Azt nem tudom, most uh, megküzdöttünk vele. Mondtuk utána egy történetet, valószínűleg akkor a nézőknek, és most elkezdtünk gitározni. Eddig érdekes. Uh... Wow! Ez most jó volt vajon, vagy sem? Van egy halál jelenet. Jó, akkor először öleljük őt meg. Egyébként ez egy másik csaj, nem? Hát mindegy. Végül is. <laughs> Miért ne? Átjöttünk ide. És itt, hogyha jól látom, egy lerombolt könyvtár van. Jól néz ki egyébként itt ez a kamera is. Ő ez ilyen barát jölelés szerintem. Aztán mondjuk ki tudja, a Sims bármikor meglephet minket. Igen. Oké, okay, és, és akkor már csak egy halál jelenet van. Na nézzük. Beállt a nyaka, vagy mi történt vele? Nagyon fáradtak vagyunk. Azt mondjuk nem jó. De remélhetőleg ezt a haláljelenetet akkor jól lehet tudjuk játszani. Maximum kidől és alszik egyet. Az is majdnem olyan, mint hogyha meghalt volna. Teljesen jó hozta, így szoktak meghalni a szímek. Igen. És elégedettek vagytok? Remélhetőleg igen. És akkor be is fejeztük, hogyha minden igaz. Na, jó voltam? Jót játszottam? Annyira nem... Nem úgy néz ki, hogy elégedettek lennének velem. De nem is ment most fejjel, pedig a haláljelenetet is eljátszottam. Ha van akkor a complete. Complete the performance. Valahol még kell valamit csinálni? Nem igazából látom, hogy lenne még itt kattintható rész. Jó, szerintem hagyjuk abba a munkát már. A 2400 szimulámat kerestünk, kaptunk plusz fénypontokat, tehát híresebbek is lettünk, és most már Rising Starok vagyunk, tehát ilyen feltörekvő csillagok, és menjünk haza szerintem. Hogy tudok elmenni erre a díjátadóra? Starlight Ecolodates, Normal Event, 6 pm-től 11 pm-ig, Studio BPB. És ezt hol tudom elérni? El kell oda látogatnom? Várjunk csak, hogyha arra megyek, hogy uh, travel, akkor van ilyen, a stúdió BPB? menjünk ide akkor. Hát, 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 mondjuk kicsit késve érkezünk, mert 6 órakor kezdődött a buli, de remélhetőleg azért nem lesz probléma. Vagy ide fel kellett volna öltözni valami elegáns ruhába, mert akkor mondjuk elég gáz, hogy csak így betoppanunk ilyen utcai rucival. Na mindegy, hát meglátjuk. Remélhetőleg azért nem fognak minket kirúgni páros lábbal. És akkor itt most van valami? Ugye elmétek, itt van ez a Starlight Ökölodét. Ú, uh, milyen limuzinok állnak itt. Jó, be tudunk kinevenni? Király, mert hogy van ide belépésünk. Valakinek csak 50%-a van, de Britaninak 110%-a van. Hát vagy már, ki az a Britani? Ő az? Proper celebrity. Ő kapta a díjat? Nem is én? Jó, üljünk le ide, tapsikoljunk meg ilyenek. Hát, attól híresebbek leszünk, hogy ide jöttünk. Uva, uh, valaki csillog, akkor ők nagyon híresek lehetnek, mi? Ők négy csillagosak, azt a mindenit. Ő is négy csillagos. És ő is. Gondolom akkor ők a leghíresebbek, akik itt csillognak. Ó, itt az arany WC egyszer lesz, jönünk, most ki is próbáljuk. Ez, ez életed napja, Liza? Ah, oh, ez az. Tudom, hogy vágytál erre. Ki tudom neki kapcsolni azt a csillagot. Mégsem vagy akkor aztár. Keretek tőle autogramot. keretek tőle képet, meg selfit. Kép és a selfie nem ugyanaz? Próbálj meg neki bemutatkozni. Nagyon kázú viselkedünk egyébként, meghívtak minket ide, és így a nagy sztároktól meg közben aláírás kérünk meg minden ilyesmit. Lehet, hogy amúgy vele kéne először összebarátkozni. Mutatkozunk be neki is. Hát, ha attól híresebbek leszünk. <laughs> Mi volt ez? Um. Na, hát ez nagyon szép bemutatkozás volt itt mindenki előtt üljünk le ide, szerintem. Hát ha. Hát ha a mi nevünket is mondják majd. Léci! Hadd nyerjek volna legalább egy, egy vagy valamit. Tudod, az egy is jó nekem. Te egy rajongó... Ő a mi rajongónk? Mutatkozunk be neki. Hát nem nyertünk most semmit, úgy látszik. Na mindegy. Ki ez a fura ruhás? Ő is rajongó? Nagyon furcsa rajongóink vannak, azt kell, hogy mondjam. Jó, szerintem menjünk haza, mielőtt még egyszer kidőlünk itt a rajongóink előtt, mert az nagyon gáz lesz. És egyébként, hogy haladt a hírességi szintünk? Most elkezdtek verekedni az emberek? Ugye mi nem verekedünk? Kik verekednek? Egy bouncer, meg egy rajongó, Emily. ú milyen jó lett a kapcsolatunk, pedig kétszer beszéltünk vele. Ugye most nem döltünk ki valahol. Nem fekszünk csak úgy ott valahol. Hol van a simem? De jó, itt legalább nem látják a rajongót. Jó, oké. Okay. Köszönöm szépen, ez egy nagyon szép este volt. Csodás. Remélem mindenki befizette a parkoló mert különben itt nagy meglepetések érhetik még az embert. Valószínűleg nem volt a parkolás. Te jó ég, ez mi volt? Nagyon gáz. Na jó. Esetleg egy szímsztagam fotót csinálnánk így hulla fáradtan, hát ha segít valamit. 12 új follower, igen, mindig ennyit kapunk, ez már hozzászokhattunk. És azt akarom megnézni, hogy a, a kommentekre még azért reagálhatnánk gyorsan így hullafáradtan is. 150 új követő, király. Jó. Ezt megjavítjuk, és akkor most már aludhatsz normálisan. És akkor kellene könyvet írnunk. Szerintem amúgy az, az jó lenne. Mi van a mai nap? Ribéd Day. Ez az, amikor vásárolni kell valami újat? Aha. 10%-os leértékelés van, akkor veszünk egy drónt. Veszünk egy drónt, mert azt is írtátok, hogy a drónnal ugye nagyon könnyen lehet emelni a hírességi szintet, meg sokkal jobb videókat lehet csinálni. Van ez a drón, meg másik is van. Szerintem jó lesz nekünk ez a drón. Milyen színűt vegyünk? Legyen ilyen kék színű. És ide ki kell rakni, vagy hova kell rakni? Gondolom kintre kell. Gát a stream <laughs> Begin stream. Streameljünk. 666 szimulatot kell befizetnem? Húha! Oké, okay, pay bills. Ezek kik? És miért vannak ugyanolyan ruhába? Fú, de creepy. Teljesen ugyanolyan ruhába vannak, mint a hárman, csak a kalapjuk más. Holiday. Ott repül egy repülő. Ugyanaz a nadrág, ugyanaz a hasitasi, de még ez a zokni szandál kombó is. Mi ez? Hú, azt hittem, hogy a fejéből nő ki. Ez mi a <gül> <gül> Ez biztos így kell, hogy működjön? Oké. Okay. És akkor most itt streamelünk? Ez most én híresebb lettem? <laughs> nem tudom, én nem így szoktam streamelni, de lehet akkor én csináltam eddig rosszul. 125 followert kaptam ezzel. Hogy itt repül mellettem egy gömböc, vagy mi ez? Oké, okay, még 125 követő. Hát egyszerű ez, hát... Hogyha legközelebb megkérdezi tőlem valaki, hogy hogyan videózzon, akkor csak ezt fogom mondani, hogy szerezen egy gömböcot, És, és 125 követő óránként. Instant. Mondjuk az biztos, hogy én is néznék egy ilyen streamet. Jaj, ne! Merül az elem! Jó, akkor fejezzük be a streamet. Kösz, nagyon jó volt. Record neighborhood footage, begin stream, begin recording off, ha valakiről tudnék felvételt csinálni. És hogyan tudom ezt tölteni? Open. Ugye tudok berakni mondjuk egy almát? Nem. Nem tudok berakni almát. Hogy tudom én ezt tölteni? Most meg tele van. Most azt írja, hogy battery full ez amúgy, ez a törpe, ez amióta abbahagytam az előző részt, folyamatosan hányja ide ki nekem ezeket a plenteket. Úgyhogy most már kinyitunk néhányat. Mindig karácsony van. Van amúgy már mindenféle. Szóval, ha esetleg öm, szuperhíres kertész szeretnék lenni, akkor, akkor az is lehetek, mert annyi magom van most már. Az biztos, hogy nem kell amiatt aggódnom, hogy mit fogok enni. Nézzétek meg, mennyi körte, citrom, mindenféle. És most amúgy hírességi szintből, hogy állunk? Mi mindig nincs meg a kettes csillag? Ne vicceljen, mennyi kell ehhez? Lehet, hogy kellene csak még egy videót, mi? A Just Light legyen bright white, és mortifying stories vlog. Ha hát nem hiszem, hogy ez jó lenne. Nagyon elszégyeltük magunkat, mert... Ja, mert meg mindig azért, mert nem érezzük magunkat elég híresnek. Fantasztikus közben meg nagyon feszült, jó, addig nem kellene talán ö, azzal foglalkozunk, hogy videót felveszünk, ameddig ennyire feszült, meg ennyire ki van az élettől. Lehet, hogy cicás vlogot kellene csinálni, azt kajálják az emberek szerintem. Hí, cica, mit csinálsz? Nem csináljuk ezt, mert drága volt ez a fekete kanapi. Nem, nem, nem. Jó, remélhetőleg most ezzel megtanultam. Jó, study trends. Nézzük csak akkor milyen trendek vannak jelenleg, amik mennek. Happy vlog, travel, mischief, sad vlog. Uh -huh. Happy vlog, travel... Hát utazásra nem tudom, hogy tudnék videót csinálni, de lehet, hogy a drón az erre alkalmas. A Neighborhood footage az szerintem jó lehet. Nézzük csak meg. Kíváncsi vagyok rá. És akkor ezzel most elmetek felveszek egy Mi van a cicával? Te jó ég. És akkor ez most így megy körbe-körbe a kis drónom? Tudom valahogy követni, vagy csak úgy megy. Mert hogy nem látom azt, hogy a szívem egyébként irányítaná. Nem szeretnék most tűzi játékot nézni, ne haragudj. Meddig tart egyébként ez a felvétel? Travel video, oké, okay, ez travelnek számít. Szomszédok, maybe. Tök jó lesz. Nagyon izgalmas. Stalkerkedünk egy kicsit. És akkor ebbe benne van a videóanyag. Igen, jó. Ezt át tudom húzni. Jó, igen, át tudom rakni a videó stationre. Szuper, amúgy lehet, hogy ezt a drónt jól lenne behozni, nagy valaki itt ugye? Tiszta gáz lenne. Nem tudom, pera. Jó, akkor az kint maradott az utcán. Nekem így is jó. Ha nem zavarod senkit, nem fog senki rátolatni, vagy ilyesmi, akkor nekem teljesen jó. És akkor ezt jó lenne még tovább editálni. Szóval, edit videó. Jó. Na hát kíváncsi vagyok rá, hogy ez milyen lesz. Most inspiráltak vagyunk. És ez azért is jó egyébként, mert ugye akkor gyorsabban fejlődik neki a videóeditálás is. És remélhetőleg hamarosan sokkal jobb minőségű videókat tudunk készíteni. Még nem tudom, minek kapcsoltam be a fényeket, hogyha kint készítettük végül a videót, de remélhetőleg azért jó lesz. Ú, nagyon feszültek lettünk viszont. Igen, mert a fán az nagyon lent van. Szóval lehet, hogy jó lenne majd. Uh, egy kicsit a hangulatán is javítani, viszont töltsük fel szerintem még ezt a videót. Upgrade, nem, uh, most miért nem tudom ezt feltölteni? Ja, itt itt tudom, videó, Inventory, Upload Video, jó. Na hát kíváncsi vagyok rá, hogy hányan fogják megnézni ezt. Azért ez egy újdonság a csatornánkról, és akkor aludjunk. Kellene majd valami új munkát nézni, hogyha jól láttam, akkor most már vannak új ügynökségek is. Szóval lehet, hogy jól lenne ügynökséget váltani. Várjunk csak, csak ezt hol tudom megtenni? Most, ennél vagyok. Ennél a Everyday Extras Talent Agency-nél. De én ezt hol tudom váltani? Mert írtátok, hogy ezt valahol lehet váltani. Hogyha nem vagyok velük elégedett, vagy ilyesmi. Bár mondjuk elégedett vagyok velük, miért akarnék váltani? Csak lehet, hogy a többi az jobb munkát biztosítana. Na mindegy, ezt majd még megnézzük. Lehetséges, hogy majd fel fogja dobni a játék mondjuk most már 7 szinten vagyunk a munkahelyünkön most már ugye színésznőnek számítunk és western stage, victorian drama stage a, amit ezzel feloldottunk ezzel a szinttel most boldogan keltünk föl és akkor szerintem menjünk el WC-re aztán fürödjünk le, akár egy brisk shower is lehet ez és jól lenne utána még enni valamit hmm, mit tegyünk? valami filmot csinálnánk, vagy a garden salad az megmaradt? szerintem az megmaradt, mert uh, ugye drágább volt akkor egy leftovert szedjünk ki, ezt pedig ürítsük ki. Jó. Mit lehetne még esetleg itt csinálni? Föl tudnánk venni majd még egy videót, lehet egyébként az jó lenne. Nézzük akkor most, hogy mi trendi. Tanulmányozunk megint trendeket. Sad happy vlog. Aha. Record video, panda vlog, beauty tips, fashion tips, product review. Nekem nem ez kellene, hanem happy. Valahogy boldoggá kellene varázsolnunk. Esetleg, hogyha vicceket mondunk, akkor lehet, hogy boldogabb lesz. Vagy esetleg még azt ki lehetne próbálni, hogy újból lefürdettem, csak egy másik opcióval. Most confident. Hmm. Mondjuk akkor tudok felvenni confident vlogot. Vegyünk fel egy confident vlogot, csak állítsuk be a fényeket előtte. Jó, szerintem amúgy ez így jó lesz. Csak most megint elkezdett feszült lenni, és most átváltott Happyre. De szeretem ezt ebben a játékban. Na jó, kíváncsi leszek egyébként, hogy... Akkor ez most mennyire lesz sikeres videó. Nagyon lassan fejlődik egyébként ez a videó editálás. Winterfest. Oké, okay, holnap Winterfest lesz. Szomszédok 119 szimolant hozott nekünk. Azt mondjuk nem túl sok, akkor nem nézhetnék meg, meg nagyon sokan. Jó. Mármint, hogy a szémű nem túl sok. Egyébként baromi sok lenne. Uh, jó, és van a születésnapja. Ha, esetleg ezt is kipróbálhatnánk, ez micsoda? Ezért is kapunk plusz fémet. Ez mi volt? Ez mi volt? Azok meg ott a büdös fa levelekben játszanak? Really? <laughs> ez micsoda? Ki szokott ilyet csinálni? Disney hercegnőnek képzeljük magunkat? Vagy ez most micsoda? Kb. olyan, amit éppen itt levágunk az utcán. Még el is mentek azok, akik a büdös fa játszottak. Most fotózzák a drónomat? csak egy sima felnőtt. Még csak nem is rajongó. Jó, streameljünk akkor egy kicsit. Most szerintem jó lesz. Streamerünk arról, hogy egyedül vagyunk a sulinapunkon. napunkon. Remélhetőleg ez majd így Meghatja az embereket, és legalább meg lesz az a két csillagos társág. Vagy a cicát streameljük, vagy az, hogy most éppen valaki beszélünk. Lehet, hogy a cicával foglalkozunk közben, akkor az, az még több követőt hoz. Nézzük csak. Nézzétek, cica kapott nagy jutalomfalatot. És most éppen megöregszik. Na, hogyha ez nem hoz sok követőt, akkor semmi. De nem menj el! Uh, feel the love. Ez is nagyon cuki lesz. Remélhetőleg. Oké, okay, és. És most már öreg cica lett. Tiszta Grámpiket. <laughs> Jó, és most akkor ettől híresebbek lettünk. 125 follower. Milyenkor egyébként tudok szimstagrammal? Majd tudok. Jó, de rakjuk ki, hogy streamelek éppen. Na. Ah, igen. Megint kezd egyébként lemerülni ez a streamelő Úgyhogy akkor fejezzük be a streamet. Jó. És. Azt nézem, hogy most megint fullon van a battery. Nem értem. Ennyi idő alatt hogy tölti föl magának? De akkor streameljünk tovább. Hát ha. Hát ha így leszünk nagyon híresek, hogy ez a gömbölt folyamatosan itt van mellettünk. Mert egyébként lehetséges, hogy barátkoz. Ez az meg van a két csillag! Lehetséges, hogy barátkozni kellene a sztárokkal. Rising sztárok lettünk. Mhm. Uh -huh. Most már van kettő darab fénypontunk pluszba, tehát hírességpontunk, amikből tudok annak perkeket venni, és most már tudunk uh, autogramot adni, illetve tudunk pózolni más színekkel. Nézzük is, hogy akkor ezt mire lehetne elkölteni, ezt a fénypontot. Csak el ne veszítsük egyébként ezt. És annyira jó, hogy elértük végre azt, hogy kettes csillagosak lettünk. Ezt a fát szeretném teljesen kivinni, tehát hogy itt szeretném kimaxolni. Ez elméleteg azt tudja, hogy uh, lesznek rajongóink, akik majd küldenek nekünk különböző ajándékokat postán, és ebbe lehetnek finomságok, ö, ilyen dekorációs tárgyak, illetve igazán értékes dolgok is. Más ö, hírességekkel tudunk barátkozni, ez pedig ö, arról szól, hogy észre fognak minket jobban venni. Na, akkor szerintem fejezzük is be a streamet. Így jó. És most nagyon boldogok vagyunk egyébként azért, mert hogy ugye megkaptuk ezt a Rising Start. Azt mondok, hogy lehet, hogy akkor most kéne felvennünk egy happy vlogot, nem? Csak fejezze be időben, hogyha átvált itt nagyon fáradba, az mondjuk annyira nekem nem lesz szerencsés, de remélhetőleg még azért ezt kibírja. Ah, mondjuk az miatt... Az most elmúlt, és most már uncomfortable lett. Aha. Jó, amilyen boldogan kezdjük el, annyira pocsék lesz a vége a videónak. Uwa, Jó, bele is ásít. Jó, oké. Életem videója lesz, ez is érzem. Oké. Okay. Ilyen fél biztos tök jó lesz. Esetleg... Uh, ehetnék még egy kis maradékot. És hogyha ezzel meg vagyok, akkor utána lepihenhetnék aludni. És szerintem a következő részben fogok most már csak új munkát keresni, mert még ezt a videót meg akarom vágni, feltölteni, és akkor a következő rész meg azzal kezdjük, hogy megnézzük, milyen új munka lehetőségek vannak. Hát mondjuk azért azt sajnálom, hogy nem sikerült ugye azt elérnünk, hogy Ugye nyerjünk azon a díj de mondjuk azért érthető sokkal híresebb emberek voltak ott. De remélhetőleg egyszer majd az is eljön, amikor nyerhetünk egy ilyenem. Biztos egyébként akkor még híresebbek lehetünk. Na jó, igazából szerintem mindent megcsináltunk, amit szerettem volna ebben a részben. Te jó, hogy megint menj, ilyen kis package lett itt a konyhába. Úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok valamilyen kommentet. Andi voltam, sziasztok!